Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt van is Sport Szelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. 10 gólos vereséget szenvedett a Fradi-tól a kisvárdai női kézi csapat. A rangadót nyertek Veszprémben a listavezető Kékcápák. Csütörtökön törökországi edzőtáborba utazott a Nyíregyháza Spartakusz. A Győrt fogadják a Superliga tavaszi nyitányán a nyíregyházi tekézők. A 7. helyen várja a bajnoki folytatást a Máté Szalkai női kézi csapat. A Békés Csaba elleni győzelemmel kezdte az évet a Sunshine Nyíkse. 10 gólos vereséget szenvedett a Ferencvárostól hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. A fővárosiak 31-21-re verték Bakó Botond együttesét. Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, mert azért szerencsénk is volt, mert azért voltak ebben bőséggel kapufák is a kisvárda részéről. 9-3-ig minden rendben volt, utána volt egy gyengébb szakaszunk. Szájtsának a fél időre meg volt megint egy nagyobb különbség, és aztán a második fél idő elején nagyszerű védekezés és nagyon-nagyon jó kapus teljesítménnyel magabiztossá tettük ezt a győzelmet. Én az elmúlt két forduló alapján nem gondoltam arra, hogy ennyivel tudunk nyerni, valószínűleg nincs is ennyi most pillanatjog a két csapat között, de azért ma nálunk a hátsó alakzat extrát ment, és igazából ez hozta azt, hogy ekkora különbséggel tudtunk győzni. Arra is számítottunk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen nem szabad elcsülni a kisvárdát, hiszen hazai pályán nagyon jó eredményeket ért el, minden ellenfelét azért megszorongatta. A legfontosabb az volt itt is, mint az elmúlt mérkőzéseken, hogy a kicsit az MTK meccs által beásott gödörből kijöjjünk, és magabiztossá tegyük a védelmet, hiszen mi akkor vagyunk eredményesek, hogyha jó a védekezésünk, és számunkra most az a legfontosabb, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, és akkor úgy gondolom, hogy erről nem lehet problémánk. Gratulálok a Ferencvárosnak, megérdemelten nyertek, illetve azt gondolom, hogy jól is kézlabdáztak a mérkőzés nagy szakaszában. Azért vagyok csalódott elsősorban nem az eredmény miatt, hanem az összképünk miatt, mert a mai napon nem azt teljesítettük és nem azt nyújtottuk, amit elvárhatunk magunktól. Azt gondolom, hogy sajnos asszisztáltunk ahhoz, hogy ez legyen a végeredmény. Rosszul kézlabdáztunk. Nyilván ennek az egyik része az is, hogy amit a kollégám mondott, hogy a Ferencváros szerintem ma egészen jól játszott, és hatékonyan sem megisztette a támadójátékunkat. Azt gondolom, hogy csak momentumaink voltak sajnos. Az, amit megbeszéltünk, hogy nagyon bátran játszunk teher nélkül, az nem valósult meg. Ennyi hibát és fegyelmezetlenséget nem is láttam talán ettől a csapattól, bármennyire is voltunk nehéz helyzetben, illetve különböző szinteken az elmúlt időszakban. Nyilván meg fogjuk beszélni, és megpróbálunk ezen átlépni, hiszen nem dőhetünk a kardunkba, viszont annyira kell igényeseknek lennünk, hogy ezt ne engedjük meg, hogy feltartott kézzel jöjjünk egy mérkőzésre, illetve az, hogy semmit ne higgyünk elő magunkból. Elsősorban ez volt a problémám, azt gondolom, hogy az átlövőink nagyon-nagyon passzívan játszottak, a beálló játékunk egyáltalán nem ért, nem jöttek a bejátszások, nem nyitottuk jól meg a területeket. Úgyhogy nem lehetünk a mai mérkőzéssel sajnos elégedettek. Eddig a hazai mérkőzéseinken mindig szoros és jó meccseket tudtunk produkálni jó ellenfelekkel szemben is. Sajnos ez ma nem sikerült, de azon leszünk, hogy ez tovább ne forduljon elő. Idegenben nyert rangadót a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjában listavezető Kékcápák Veszprémben győztek 79-68-ra. Végre sikerült egy olyan találkozót nyernünk, ami talán az alapszakasz végkimenetét is meghatározhatja, de természetesen nem dőlt még el semmi, hiszen nagyon sok van hátra, és sok minden történhet ebben az időszakban, de nagyon jó egy ilyen mérkőzést megnyerni. Természetesen ugyanúgy készültünk fel ezekre, vagy erre a találkozóra is, mint a többi találkozóra. Úgy gondoltuk, hogy semmi különlegeset nem kell nyújtani, csak küzdeni kell, de nagyon. Ezt szerencsére a fiúk megcsinálták, és elbírtak mindenféle terhet, azt is, hogy a Veszprém átvette a vezetést, és egészen meghatározó, vagy egészen nagy különbséget tudtak kiharcolni, de a második fél időben ebből is vissza tudtunk jönni, egy 11-13 pontos veszprémi előny volt ez, onnan is vissza tudtunk kapaszkodni, és a végén azt hiszem, hogy már izgalmak nélkül lejátszva az utolsó két percet tudtunk győzni. Miben nőttünk a Veszprém felé? Úgy gondolom, hogy taktikailag mindenképpen, illetve ahogyan elkezdődött a mérkőzés, mi kezdtük jobban a találkozót. A Veszprém egy védekezést tudott váltani, és nagyon keményé
agresszívvá vált a játékuk, ami ellen nehezen találtuk meg a ritmust, de azon túl, hogy úgy gondolom, hogy az első szakasz uralása után ezt az agresszív ritmust is föl tudtuk venni, azon túl úgy gondolom, hogy mentálisan is erősebbek voltunk. Ugye 3 győzelemmel kezdte a csapat az évet és a tabella élén áll, szurkolókban felmerült már, mint az elmúlt években is, hogy mennyire cél az élvonal, hiszen tudjuk, hogy azért az A csoport az egy másik kávéház, úgyhogy leginkább azt kérdezem, hogy van-e szándéka a csapatnak, oda kerül feljutni és vállalni a magasabb osztály? Erre mindig nehéz válaszolni, mert nem szeretnék túl nagy terhet rakni a csapat hátára, de mivel a szándékot kérdezted, arra egyértelműen is 100%-osan azt tudom válaszolni, hogy igen, természetesen ha ott vagyunk, akkor mi el szeretnénk indulni, és azt hiszem, hogy a csapatunk is az elmúlt év munkájával eljutott oda, hogy mondhatom úgy, hogy megérett arra, hogy esetlegesen ott tudjon lenni a legjobbak között. Csütörtökön törökországi edzőtáborba utazott a Nyíregyháza Spartakusz. A spari 4 felkészülési mérkőzésen lép majd pályára. Eleve nem jöttek nullára vissza a játékosok, kaptak egyéni programokat, tehát egész jó állapotba tértek vissza a játékosok. Fontos másik szempont, hogy kevés sérültünk legyen. Ugye a Györgyi Artur a második edzésen megsérült, reméljük, hogy nem komoly, majd a héten derül ki igazából a diagnózis. A pontos diagnózis a Fodor Feri tavalyi évről hozott magával egy sérülést. Ő már rendben van, csatlakozott hétfőn a csapathoz, a mai mérkőzése már pályára is tud lépni, és a Kártik Bálint kicsit a derekát érzi, remélhetőleg, hogy ennél több sérültünk nem lesz. Érkeztek már új játékosok, bármi sok idő nem telt, hogyan találják meg a helyüket a pályán is az öltözőben? Igen, hát ugye az Artur az már az első pillanatban megsérült, ő most kiesett ebből a körből. A Patvaros Zsolti azt gondolom, hogy jó illeszkedik a csapatba, ő már az elejétől fogva itt készül velünk, szerintem beilleszkedett már, megtalálta a közös hangot a fiúkkal, az Ásványi Balázsnak is, azt gondolom, hogy a kapusokkal jó kapcsolata van, az öltözővel jó kapcsolata van. A Forgács Dávid, aki most csatlakozott, ő még most van abban a fázisban, hogy próbál beilleszkedni. Remélhetőleg minél többet a pályán tud lenni, minél jobb teljesítmény nyújtani, és annál könnyebb lesz igazából a beilleszkedés az újaknak. Csütörtökön törökországi edzőtáborba indul a csapat, hogy néz ki a program és mi a legfontosabb cél ez alatt a néhány nap alatt? Igen, csütörtökön elindul a csapat, Győrben alszunk, majd pénteken tovább indulunk Bécsbe, onnan indul a gép, és szombaton szerepel 2 edzés a programban, vasárnap délelőtt edzünk, és már délután pályára is lépünk. Ott 45 perceket fognak még a játékosok pályán tölteni. Szerdán lesz egy mérkőzésünk, ott már 60-30-akat fognak játszani a játékosok, és akkor a végén az utolsó nap van még 2 mérkőzésünk, ott meg 90 percet töltenek majd a játékosok pályán. Jó ellenfeleket próbáltunk szerezni, bolgár, lengyel és orosz ellenfeink lesznek. Mikorra hazaértek, gyakorlatilag kész is lesz az a csapat, amelyet már, vagy reményei szintén kész lesz az a csapat, amelyet a bajnoki rajton a pályára küldhetsz? Igen, hát fontos, hogy igazából nagyon rövid ez a fölkészülés. Nagyjából azért megvan a csapat alapja a tavalyi szezonból, hogy megtaláljuk azt a 11 embert, aki majd a Soroksár ellen pozitívan tudja lehozni ezt a mérkőzést, eredményesek tudunk lenni. Edzenek a fiúk, minden posztra van 2 emberünk, tehát van versenyhelyzet is a csapatban, megvan egy alapcsapat, 1-2 helyen valószínű lesznek azért változások is. Remélhetőleg, hogy van még 1,5-2 hét a bajnoki rajtig, addig megtaláljuk azt a csapatot tényleg, aki eredményes tud lenni majd az első fordulóban vagy a szezonban. Szombaton folytatódik a bajnokság a Teke Szuperligában, amíg bennmaradás jelentő 8. helyen álló NTK az 5. Győrt fogadja a Városi Stadion Teke csarnokában. A 2 ünnep között volt egy kis pihenő, mert az ünnepek természetesen úgy alakultak, hogy folyamatosan foglalták az edzés lehetőségeinket, a kedd és a csütörtöki napokat, de amennyire csak tudtuk, egyéb időpontban próbáltuk ezt megoldani, áthidalni, úgy tényleg az van, hogy szinte le sem állhattunk, de nem csak azért nem álltunk le, hogy magunkat karbantartsuk, hanem azért is, mert a győri forduló elég korán
következik a korábbi évekhez képest. Egy január végi, februári kezdés helyett már rögtön itt január közepén bele kerülünk a körforgásba, és a hétvégén már fogadjuk hazai pályán a Győr csapatát, és igencsak egy nagyon fontos állomás lesz újra a Győrrel megmérkőzni számunkra, ugyanis sajnos az őszi szezonban az utolsó három mérkőzés nagyon nem úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, vagy terveztük volna, így mindenképpen fontos hazai mérkőzés elé nézünk, és mivel a Győrt sikerült idegenbe az első fordulóba meglepnünk, ezért nagyon fontos lenne, hogy ismét győzni tudjunk, és ezzel úgymond rajtuk 4 pontot szerezzünk ebbe a bajnokságban, és tovább mehessen a nyíregyházi szekér. Milyen meccseken, milyen tornákon sikerült hangolódni az első tavaszi meccsre? Több neves torna volt, a világranglista versenyt említeném ki, ami a legnívósabb volt ebből. Az elmúlt hétvégén Szegeden jó néhány játékosunk részt vett. Itt gondolok egy Szojka, Miki 541 fája, illetve a Szilágyi Sanyi 515 fája, ami valamelyest említésre méltó. De úgy gondolom, hogy a hosszú utazás, illetve az időjárások miatt, egy kicsit elhúzódott időjárás miatt elhúzódott utazást is jelentett a fiúknak, ezért egy kicsit kifáradva érkeztek, és rögtön úgy ugrottak be dobóállásba Szegeden, hiába délután volt ez a kurítás, és kicsit elmaradtak az elvárt teljesítményeik, akár egy Kastúra Zsoltra gondolok, de külön említeném mindenképpen, hogy is bekerült a szegedi híradásokba is, hogy az ifja Szojka Miklós, mint a torna legfiatalabb játékosa, maga 12 évével mindenképpen egy külön díja gazdagodott a vasárnap folyamán, de számukra mindenképpen a legfontosabb az volt, hogy olyan kaliberű játékosokat test közelből, akik valóban a világ elitjei, mint ahogy a világranglista vezető Zavarkó Vilmos, vagy a másik harmadik helyen tanyázó Kis Norbert, tehát nagyon sok olyan játékost lássanak, hogy most jelen pillanatban mit játszanak, milyen stílusba borítanak, és már csak emiatt is megérte a részvétel számukra. Volt egy nagyon fontos állomás, még hozzátenném ezen a vasárnapi hétvégén. A másik csapatunk az hazai pályán a Debrecent fogadta egy felkészülési mérkőzésen. Itt fontos volt, hogy megverjük a Debrecen csapatát, bár 2 ifjúsági játékossal, illetve serdülő játékossal álltunk ki, a Végvári Krisztián személyében, illetve a Molnár Dávid személyében, de úgy gondolom, hogy a húzó embereknek számító Fehér Béla, aki majdnem 600 fát gurított, vagy a Haker Dezső, jó magam, vagy a Stér Tomi, Magyarósi Peti, tehát mindenkiünk hozzátette a magáét, és egy 60 fával sikerült megvernünk a Debrecen csapatát, és ez maga egy jó felkészülés volt. Azért is nagyon fontos volt, mivel hazai pályán fogadtuk a Debrecent, és a mostani hétvégén a Győrt látjuk vendégül. Egy olyan eseménnyel indítottátok az évet, amelyen ott voltak a Tekercsarnokban azok, akik az elmúlt évtizedekben közük volt a nyíregyházi tekesporthoz. Milyen hangulatúra sikeredett ez a rendezvény? Megálmodott nagy dolgot a Cseszlai Sándor klubelnökünk, illetve mellette még a Kastúra Zsolt játékosunk. Még az év végén forszírozta azt, hogy mi lenne, ha összehoznánk egyszer a nyíregyházán valaha tekéző játékosokat, akik vagy aktívan a Szuperligába tevékenykednek, vagy akár a városi bajnokságban, de mindenképpen olyan játékosokat is, korábbi játékosokat is invitáltunk, akik már távol kerültek többnyire munkai problémájuk miatt a tekétől, és közel 30 fő jött össze ezen a rendezvényen. Egy nagyon-nagyon jó hangulatú gurításokkal tarkított összejövetelt sikerült összehoznunk. Volt egy kis gurítás, természetesen tiszteli, tisztarolás minden pályán, majd azt követően kialakultak a sorrendek, egy 16-os top 16-os döntőt csináltunk kieséses rendszerre, mint ahogy a világranglista versenyeken szokott a döntőbe lenni, és hozzáteszem, hogy természetesen szuperligás játékosként a Kastúra Zsolt nyerte meg ezt az összevetést, és maga a hangulat, azok a régi emlékek, amik nagyon sok játékosba, korábbi játékosba megmaradtak, ezek nagyon jó volt emlékezni. Azért látszik, hogy sokan nem felejtették el, hogy hogyan kell gurítani a golyót, függetlenül attól, hogy nem járnak rendszeres gurítani, úgyhogy már maga ez a rendezvény is úgy gondoljuk, hogy egy olyan eseményt indít el, ami évről évre majd megismételhető lesz, és tényleg azt lehet mondani, hogy a nyíregyházi teker történetét jelenti.
Milyen tavaszra számítasz? Ősze volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy már gyakorlatilag eldőlhet a bennmaradás, most viszont azért látó távolságban vannak az üldözők, és ugye ahogy fogynak majd a fordulók, úgy lesz egyre nagyobb a nyomás az érintett csapatokon. Rögtön az első fordulóban egy kiki mérkőzés vár ránk a Győrrel szemben. Azt követően lesznek majd kicsit könnyedebb mérkőzések, mert le kell tudnunk a nagy csapatokat, mint egy Répcelak, Szeged, Zalaegel, Szeged, és mondhatom azt, hogy a tavasz elejére érkezünk majd egy olyan időszakhoz, amikor nagyon-nagyon fontos mérkőzések várnak majd ránk, úgy hazai pályán, mint idegenben. Idegenben most már mindenképpen fog kelleni egy vagy akár két bravúr is, amire abszolút megvan a szanszunk. Ez még a jövő zenéje, addig fel kell pörögnünk, össze kell érnünk. Úgy gondolom, hogy egy kielezett bajnokság lesz, mivel a 12 csapatból most először 4 csapat búcsúzik a jövő évi létszámcsökkentés miatt, úgyhogy ez egy különösen nehéz feladat, de úgy gondolom, hogy amit elkezdtünk az őszi szezonban, és ezzel a győri mérkőzésen rögtön meg kell, hogy alapozzuk, akkor nem lesz problémánk. Mindenképpen még a 8. helyről szeretnénk esetleg egyel feljebb lépni, vagy akár kettővel is. Nagyon sűrű a mezőny, úgy felfele, mint lefele. Itt bármi előfordulhat, de mindenképpen egy bizakodóak vagyunk a tavaszi szezonra nézve, és ahogy mondtam, több idegenbeli is kalpot is kell majd szereznünk ahhoz, hogy garantáltan akár a 6. helyre is odaérjen a csapat. A 7. helyen várja a tavaszi folytatást a Máté Szalkai női kézilabda csapat az NB2 északkeleti csoportjában. A Falcsik Miklós által irányított együttes ősszel 5 győzelem mellett 1 döntetlent játszott és 5-ször szenvedett vereséget. Felemes érzelmek vannak bennem, hiszen ugye a szezon végén leköszöntőlünk Vakas Krisztának játékos edzőként volt a csapat körül, és új edzővel vágtunk neki a felnőtt csapat szakmai irányításának, Falcsik Miklós személyében került ő ide, aki mind köztudott, mind az utánpótlás nevelésben, mind pedig a felnőtt kézilabda szakákban azért nagyon komoly eredményeket ért már el. Nem mellesleg, most azt a felügyeleti rendszert látja el az utánpótlás kézilabdában a megyében, amely az utánpótlás csapatoknak a koordinálását, illetve a szakmai munkáját minősíti. Na, tehát ide került a Falcsik Miklós. Időközben 3 játékosunk ugye távozott a nyár folyamán, igyekeztünk ezek helyét pótolni, így aztán egy balkezes szélső játékost és egy beálló játékost sikerült igazolnunk Debrecen, illetve Hajdúböszörményből. Úgyhogy és a fiataljainkkal kezdtük el a felkészülést. Úgy gondolom, hogy egy tartalmas felkészülésen voltunk túl, sérülésmentes volt a felkészülés, hála jó Istennek, ami jelezte, hogy a bajnokság kezdetekor azért zsinórba lehoztuk azokat a mérkőzéseket, amelyek egyébként is tervezve voltak. 11 mérkőzést játszottunk, 11 pontot gyűjtöttünk, ez azt jelenti, hogy lefordítva, hogy van 5 győzelmünk és 5 vereségünk és egy döntetlen. Amikor a döntetlent elértük, azt gondolom, akkor fordult át, és a bajnokság második felére a döntetlen elérése előtti időszakban megsérült a beállósunk. Ez a beállós, akinek a védekezés tengelyében ugye egy meghatározó szerepet szánt az edző, így aztán strukturálisan át kellett alakítani a csapatot, és az sem elhanyagolható, és a szakmai kiegészítéshez hozzátartozik, hogy a bajnokság második felében gyakorlatilag az erősebb csapatokkal kellett nekünk megküzdeni. Ezek közül is nagyon sokkal inkább idegenben játszottunk, és gyakorlatilag a bajnokság végére elfogytunk, hiszen sérülés hullám ért el a csapatot, úgyhogy azért a játékosok most kipróbálhatták, azok, akik még maradók voltak, kipróbálták kreativitásukat, hiszen olyan szinten fel kellett bojdítani a csapatnak az összeállítását, akár a védekezés, akár a támadások tekintetében, hogy ez komoly taktikai hibák sorozatához vezetett. A motiváció is ezáltal alábbhagyott. A lányok annak ellenére, hogy eljártak edzésekre, azért nekünk jó néhány emberünk, aki Máté Szalkai a Debreceni Egyetemen tanul, ott aztán a vizsgai időszak közelettével, az éhelyírások tömkelegével edzések is kimaradtak, és még egy fontos tényezőt meg kell említsünk, ami a junior csapatnak a működésére is elég komoly kihatása volt, hogy a bajnokság megkezdése után, azt hiszem talán 3 vagy 4 fordulóval egy ifjú
ifjúságkorú játékosunk, aki a felnőttben is egyre többet kapott már szerepet, viszont az ifjúsági csapatunk, vagy junior csapatunknak meghatározó tagja volt, mérkőzésenként azért 13-15 gólokat lőtt, az kiesett, érettségére készül, tanulmányára hivatkozva, egy kicsikét, úgy gondolom, hogy egyik szemem sír a másik nevet, csalódást okozott, mert hogyha ezt a felkészülés elején jelzi nekünk, akkor nyilván nem számolhatunk vele, de aztán menet közben jött ez a történés. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a korábbi évek stabilitása most megbomlott annak ellenére, hogy egy nagyon jó kezdés volt. Hála jó Istennek most azt mondom, hogy a bajnokság ugye szünetel, hiszen a tavaszi fordulók majd csak február közepétől fognak elkezdődni, úgyhogy lesz egy bő hónapja az edzőnek kitalálni azt, hogy a sérültjeink milyen ütembe épülnek fel, és tudja beépíteni, és tudják elkezdeni a felkészülést, vagy ha kell, akkor új igazolásokkal megpróbáljuk ezt pótolni, mert ez most az északkeleti régióban, az NB2-es női mezőny, ez egy borzasztó kiegyensúlyozó erős mezőny. A 12 csapatból legalább 8 csapat az, aki azt mondom, hogy bár az összetétel alapján és a technikai tudása, a játék erőképviselet alapján bármikor a dobogóra kerülhet, és egyetlen egy mérkőzésnek az elvesztése viszont súlyos következményekkel járhat, mert akár, mint a mi esetünkben is, a dobogóról leestünk most így a bajnokság végére a 7. helyre. Úgyhogy bízunk a 2020-as felkészülési időszakban és a tavaszi bajnoki fordulóban, hogy a csapat azért eléri azt a szintet, ami az a kívánt szint, amit tudnak szerintem ezek a játékosok, és így reméljük a sérüléseket is kiküszöbölve, a motiváció is magasabb szintre kerül, és ezáltal akkor eredményes tavasz zárhatunk. Győzelemmel kezdte az évet a Szentsenyikse. A nyíregyházi kosarasok az NB2 keleti csoportjában 86-78-ra verték a Békés Csabát. Tudtuk, hogy Békés Csaba az előző évekhez képest nagyon megerősödött. Feljutási terveik és céljaik vannak. Több NB1-es rutinos játékost szereztek meg, többek között egy 2 méter 10 centis komoly erősítési centert, akivel komolyan megerősödött a csapatuk. Tudtuk, hogy nehéz lesz. Az első fordulóban idegenben egy pontos vereséget szenvedtünk. Igazából ezt még most is nagyon-nagyon sajnáljuk, mert a végjátékban talán a mi butaságunk miatt ment ki kezünkből a győzelem. Úgy készültünk, hogy nagyon fontos mérkőzés lesz, és ez bebizonyosodott a találkozó során, hogy egy két közel hasonló képességű csapat találkozója volt. Én azt gondolom, a felkészülésünk is jól sikerült, a csapatmunkánk, és kiemelve a nagybetűvel a csapatot, úgy teljesítettünk, hogy mindenki maximálisan hozzá tudott tenni. Ha mondhatom azt, és kosárlabdában sokat jelent, hogy 10 pont fölötti dobásokban 5-en szereztek 10 pont fölött, tehát igazából tényleg csapatként nem csak egy-két kiemelkedő teljesítmény, hanem csapatként tudtunk az ellenfél fölé kerekedni. Lehet azt mondani, hogy ennek a mostani csapatnak megvan az egyensúlya, mint a szerkezetet, mint pedig a játékosok korátlagát tekintve? Igen, én azt gondolom, az utóbbi évek, legalábbis az elmúlt 2-3 év tapasztalatát figyelve talán a legstabilabb játékos keretünk van, még akkor is, hogyha volt egy-két érzékeny veszteségünk az elmúlt évhez képest, de én úgy gondolom, hogy szerkezetileg is, korátlagot is tekintve most úgy helyén van a csapat. Most már gyakorlatilag a bajnokság harmadán túl vagyunk. Lehet azt mondani, hogy reális eséllyel pályázik az első két hely valamelyik éves csapat? Alapszinten nem mondtuk ki, hogy fel szeretnénk kerülni. Titkon azért reménykedünk ebbe, illetve hát a lehetőségek úgy hozzák, szeretnénk tovább lépni egy lépcsőfokot, és utána majd meglátjuk. De a sportban benne van minden mérkőzésen az, hogy sérülések, betegségek, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt az amatőr kosárlabdában azért ez benne van, hogy bármi lehet. Szeretnénk ott lenni a végelszámoláson, a dobogon. Úgy tűnik, hogy a Debrecen, a Békés Csaba és mi közöttünk dőlhet ez el, és az adott formának megfelelően bármi lehet még, de nagyon szeretnénk oda kerülni. Pénteken ismét hazai meccs következik, a Mezőberény érkezik, a tabellát tekintve a hazai csapat az esélyes. A Mezőberény a középmezőny elején helyezkedik el, ott is van több rutinos játékos, egy idegen légióssal megerősítve,
Természetesen a reális cél a hazai pályán a győzelem. Mi vagyunk az esélyesek, nem szabad elrontanunk a mérkőzést. Hagyományteremtő céllal rendezte futballtornát Újfehérton, ahol 24 órán keresztül pattogott a labda a szabadidőközpontban. Az én fejemből pattant ki az ötlet, mert eddig itt már több éve januárban mindig volt egy 16 csapatos torna. Azt most az akkori szervezők technikai okok miatt nem tudták megszervezni. Aztán én annak idején, mondhatni még félig gyerek fejjel, ezelőtt 22 éve voltam egy ilyen tornán. Gondoltam, akkor próbáljunk meg egy ilyet, ami nem pénzdíjas, legyen tömegsport jellege. Aztán ezt felvetettem dr. Hosszú József polgármester úrnak, ő azonnal partner volt benne, illetve Kranyik Istvánnak, ennek az intézménynek a vezetőjének, neki is nagyon tetszett az ötlet, és akkor hárman belefogtunk a szervezésbe. Én utánpótlás csapatoknak vagyok az edzője, aztán nem csak Újfehértőjök, más csapatokkal is van kapcsolat, aztán így sikerült is összeszedni viszonylag gyorsan 12 csapatot, és hát hál' Istennek nagyon jó hangulatban zajlanak a mérkőzések. Igaz, hogy már közeledünk a végéhez, 5 csapat feladta, de ameddig itt voltak, ők is becsületesen, sportszerűen zajlott minden esemény. Mennyire sikerült egyébként megszólítani Újfehértót és a környékbelieket, mennyire volt cél egyáltalán a környékbeliek megszólítása? Azért is volt cél, mert ne csak újfehértóiaknak szóljon ez a történet, itt van ez a létesítmény, és lássák, hogy hogy lehet kihasználni. Egyébként nagyon tetszett azoknak a csapatoknak, akik eljöttek, illetve nyilván, mivel mondhatni, hogy lehetett nevezni is, de szinte meghívásos alapon történt a dolog, olyan csapatok voltak itt, akikkel valamilyen szinten baráti kapcsolatot ápolunk egyébként is. Ugye most szombat délelőtt van, lassan véget ér ez a 24 óra, tegnap délután kezdtetek, milyen volt a hangulat itt akár hajnalban? Nagyon jó volt a hangulat, a lelátó az mindig tele volt, próbálták a csapattársak, illetve még az ellenfél csapataiból is egymást fenntartani poénokkal. Nyilván öltözőben volt egy-egy alvás. Azt gondolom, hogy az újfehértói U16-os csapat hozzáállása példaértékű, 15-16 éves gyerekek alvás nélkül lenyomják ezt a tornát. Nekem a legnagyobb pozitívum az az ő részvételük, és az, hogy 12-en vannak itt, és egyikőjüknek sem fordult meg a fejébe, hogy hazamegy, vagy feladja ezt az egészet, illetve még felnőtt csapatok ellen is győzelmeket is tudtak aratni, tehát nekem ez a legnagyobb pozitív, de ők egyébként is nagyon közel állnak hozzám. Hogy látjátok egyébként, mi lesz a jövője, ha lesz jövője ennek a 24 órás focinak? Mindenképpen azt szeretnénk, hogy legyen jövője, hagyományt szeretnénk belőle teremteni minden januárban, úgy is készültünk, külön díjasok úgy lesznek díjazva, hogy itt nem lesz legjobb játékos, tornán legtöbb gólt szerző játékos lesz, illetve tornán legkevesebb gólt kapó kapus, illetve a torna legfiatalabb és legidősebb játékosát fogjuk díjazni a kitartásukért. Az első 3 helyezett kap kupát, és akkor itt a lényegre térve a kérdésedre, vándor selleget is csináltunk, mert úgy tervezzük, hogy ezt minden évben meg fogjuk szervezni. Milyen feltételei voltak egyébként a nevezésnek, ki az, aki jelentkezhetett? Gyakorlatilag bárki jelentkezhetett. Nyilván a papírt alá kellett írniuk, hogy saját felelősségre, illetve a kiskorú gyerekeknek a szülői beleegyezés az megtörtént. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.